reggelt kívánok, kedves nézőink! Csattanó a tél végére, a tél utolsó hétvégéjére, lehűléssel, helyenként viharos széllel, főleg az ország déli-délkeleti felén pedig havazással, havas esővel kell számolnunk. Ehhez képest ma az ország nyugati kétharmadán, a Dunántúlon és a középső tájakon egészen kellemes, kora tavaszias időre készülhetünk, több-kevesebb napsütéssel és még helyenként 15 fok feletti hőmérséklettel. A keleti észak-keleti tájakon ugyanakkor azért marad a felhősebb ég, és a kora délutáni órákig még gyenge eső, zápor is előfordulhat. Észak-keleten lesz hűvösebb, azaz 10 fok alatti a maximum, 10-17 fokra készülhetünk. A szombati nap, illetve az egész hétvége már változást hoz. Egy hidegfront érkezik, ugyan szombaton észak felől csökken a felhőzet, de délen, délkeleten az eső mellett havazás, havas eső is várható, és téli hangulata lesz még a vasárnapnak is. Viharos lesz az északi északnyugati szél, ezzel az áramlással pedig hidegebb levegő érkezik fölénk. A jövő hét első napjaiban a maximum értékek inkább csak 5 fok közelében alakulnak, de azért már egyre több napsütés ígérkezik, és ha minden igaz, március első napjaiban lassanként ismét emelkednek majd a csúcsértékek. Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!